Az MP3 a zenegyűjtők és kiadók körében mindig is egy szitokszó volt. Egyrésztről, mert ami tömörítve van, az sohasem lehet minőségi. Másrésztről, ennél egyszerűbben ellopni műveket és terjeszteni nem lehet, vagy lehetett annak idején. De ne szaradjunk ennyire előre a sztoriban. Az MP3 nem azért született, hogy a kiadókkal kitúrjon. A motiváció teljesen más volt. Az MP3 története 1982-ben indult Németországban, amikor Karl-Heinz Brandenburg német villamosmérnök és matematikust felkereste egykori konzulense, hogy segítsen neki szabadalmaztatni egy olyan adatátviteli folyamatot, amellyel könnyebben tudnak dalokat átküldeni ISDN vonalon. És akkor itt álljunk is meg egy pillanatra, mert bizonyos nézők nem tudhatják, hogy egyáltalán milyen sebességgel rendelkeztek ezek a vonalak. Jelenleg már a szolgáltatóknál több száz, vagy akár 1000, vagy 2000 megabitten rendelkező internetvonalak léteznek. Persze az elérhető fel és letöltés mindig változó, de ebbe most nem menjünk bele. Körülbelül egy 5 megabájtos MP3 letöltése annyi idő, hogy rákattintunk a letöltésre, és manapság már lent is van. De a 80-as években, amikor ISDN vonalakat használtak, főleg állami szervek, cégek és egyetemek, akkor ez a sebesség 64 kilobit volt másodpercenként. Viszonyításként vegyünk egy 1000 megabites vonalat, amit átváltunk kilobitbe, és az 1.024.000 kilobit, vagyis a jelenlegi internet 16.000-szer gyorsabb. És ha alapul vesszük, hogy egy tömörítetlen dal, amely egy CD lemezen van kb. 40-50 megabájt, akkor ezen a vonalon túl sok idő és adat lenne, hogyha át szeretnénk küldeni mondjuk a haverunknak. Visszatérve a történetre, az első igazi áttörésre 4 évet kellett várni, és azért, mert 1986-ra érkezett el az a fajta fejlődés a számítástechnikában, ami már hasznukra tudott válni. Habár a folyamat még mindig sok időt vett igénybe, hogy tökéletes legyen, a korai kódolási folyamatokat úgy tervezték, hogy a jeleket hangrétegekre szűrjék, amelyekre mindegyikre menthető vagy eldobható a relatív jelentőségtől függően. De a rendszer nagyon struktúrált és rugalmatlan volt. Ezért egy új rendszerrel kezdtek kísérletezni, amely kihasználta az emberi hallás korlátait. Így arra jutottak, hogy pszichoakusztikus vonalon indulnak el. Néha hallunk valamit, néha más hangok pedig eltakarják azt. Mire is gondoltak pontosan? Egy átlagos hanghullámban rengeteg az emberi fül által nem hallható felharmonikus és egyéb hang, amelyek elhagyhatók. Miután egy hangnak nagyon sok felharmonikusa van, így könnyű rájönni, hogy egy átlag zeneszámban jóval több felharmonikus van, mint alaphang. Így ha a hanghullámot megszabadítjuk a sallangtól, az jóval kisebb helyen tárolható. 1988-ban egy nemzetközi csapatot hívtak össze, miután a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet szabványokat kért a hangkódolás terén. Ennek a csapatnak a neve Moving Picture Experts Group volt. Rövidítve lehet, hogy jobban ismerős, MPEG. Ennek a csapatnak az volt a célja, hogy videót tegyenek egy CD-romra. Ebben a kutatócsoportban a mozgóképcsoporton belül volt az audio alcsoport, amiben végül mindannyian közösen kidolgoztak egy kompromisszumos megoldást, amely különböző módokat tartalmazott, ezt nevezték Layer 1-nek, Layer 2-nek és Layer 3-nak. A legjobb minőséget adta alacsony bitsebességgel a Layer 3. Amelyik a legjobbat adta alacsony bitsebességgel, az a Layer 3 volt, de még mindig nem volt tökéletes. Susan Vega Tom's Dinner című számának a kapella verzióját használtuk. A felvételen Susan Vega énekhangja középről szólt hangszerek nélkül. Újabb együttműködés következett. Brandenburg Jim Johnstonnal az AT&T-től különböző pszichoakusztikus modelleken és adatátkódolásokon dolgozott, hogy megpróbálja kijavítani a kódolási rendszert és megmenteni Susan Vega hangját. Végül tökéletesítettük a rendszert, és Susan Vega hangja légies volt, de sok munkát adott ez nekünk, az, hogy a hangját teljes hűséggel hallhassuk. Azt hiszem kb. 1000-szer hallgattam meg ezt a dalt, de még mindig szeretem. 1992-re az MP3 valóságá vált, az ISO a hangkódolás számos lehetőségének egyikeként tartalmazza. 93-94-ben a rendszer már működött, de még mindig nem voltak felhasználók. Különböző módokat kellett keresnünk technológiánk piacra dobására. Az első ilyen cég volt a Telos System Cleveland, Ohio-ban. Ők voltak az elsők, akik használták a harmadik réteget, hogy hangot küldjenek ISDN vonalon keresztül. 94-ben volt egy belső stratégiai megbeszélésünk Erlangenben, és megbeszéltük, hogy mit tegyünk, és valaki azt mondta, lehetőségünk van arra, hogy az MPEG Layer 3 az internetes hangszabványá váljon. 1995 az MP3 születésnapja. 94 és 95 között valóban az internet a harmadik réteg nagy alkalmazási területeként azonosítottuk.
fájkiterjesztésre volt szükségünk, ezért van egy kis születésnapunk. 1995. július 14-én Erlangenben úgy döntöttünk, pont MP3 lesz a fájkiterjesztés. A Winamp az egyike volt a korai szoftvereknek, amelyek széles körben elterjedt. Az MP3 dekódolás ismerte a szabadban volt. Miután Brandenburgen kiengedték a szellemet a palackból, a kiadók nem nagyon örültek. Különböző weboldalakon terjedtek különböző dalok. Később fájcserélő klienseket készítettek, ilyen volt például a Napster, amely ellen még a Metallica dobosa Lars Ulrich is felszólalt. A zenészek felháborodása jogos, hiszen a munkájukat kvázi ellopják, de alapvetően az MP3 jelentős lépés a zenében, hiszen könnyebben hordozható, másolható, és így gyakorlatilag nincsenek korlátjaink a mobilitást és mennyiséget illetően. Az MP3 egyik ikonikus Walkman-je az iPod volt, de manapság talán már minden mobil eszközön található valamilyen zenelejátszó. Persze az MP3 kiinduló pont volt, mert ezután rengeteg új formátum született, mind veszteséges és tömörítetlen vonalon egyaránt. A szabadalmi jogokat a Fraunhofer intézet birtokolja. Ha érdekelnek az ilyen és ehhez hasonló tartalmak, kövesd a csatornámat, de addig is mindenki pörögjön rá a kedvenc zenéire.